Újra tárgyalják az egyszer már jogerősen lezárt prisztásgyilkosságot. A hírhet bérgyilkos József Rohács különös beismerése miatt kell újra nyitni az aktákat. A vádlottak ma nem akartak vallomást tenni, de az első napon így is több meglepetés várt a sajtóra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az utolsó simítások az üres tárgyalóteremben, ott, ahova nem mehetünk be. A tévések, újságírók, rokonok, barátok csak egy külön teremben ülhetnek le. Egy kivetítőn vehetjük fel a hamarosan kezdődő tárgyalást. Rendkívüli eljárás. Egy perújítás kezdődik különleges biztonsági intézkedésekkel. Állig felfegyverzett kommandósok vezetik pórázon a főszereplőket. A hosszú, csapzott hajú férfi ősz szakállal inkább tűnik hajléktalannak, mint rettegett alvilági figurának, pedig Portik Tamás az volt. Szemmel láthatóan megviselték a börtönévek. Ő rendelte meg Prisztás József megölését. Fazekas Ferenc csalta a helyszínre az áldozatot, és Hatvani István húzta meg a ravaszt. Ez áll a jogerősítéletben. Most újra nyitják az aktát. Miután egy hírhedt bérgyilkos, József Rohács hangfelvétellel üzente a Hír TV Riasztás című műsorának. Azt jelentettek, hogy ebben az ügyben ártalmas emberek vannak elítélve 15 évre, én ismerem az ügy hátterét, vannak bizonyítékok, ismerem az elkövetőt, és meg akarom nevezni. Álljanak föl valamennyien. 2016. május 16. Az úgynevezett prisztásítélet napja. A bíróság 15 évet adott Portik Tamásnak. A végrehajtó büntetése szintén 15 év. A bűnsegédé pedig 10 év. A kúria azóta perújítási nyomozást rendelt el. 1996. november 1. délelőtt 10:30. Az Óbudai Ladik utca. Prisztás József és egy régi ismerőse együtt érkezett ide. A haver tartozott az áldozatnak, és törlesztés gyanánt a lakását írták volna át a hitelező nevére. Ezt akarták intézni. Prisztás be akart szállni a GPA-be, de mikor nyitotta az ajtót, egy biciklis néhány méterről egyetlen lövéssel kivégezte őt. A nyomozás Zsák utcába jutott. 16 év múlva jött az áttörés, mikor egy másik mafiózó vallomást tett Portik ellen. Portik Tamás a budapesti éjszakai élet egyik rettegett alakjává vált a 90-es évek végére. Az áldozat Prisztás József nagyhatalmú, vagyonos alvilági figura volt. Portik Tamással ingatlanok miatt támadt 300 millió forintos elszámolási vitája. Találkoztak, összevesztek. Portik Tamás ezután kijelentette, hogy Prisztás Józsefet ki kell nyírni. Hatvani István ártatlan. Hatvani István nem követte el ezt a bűncselekményt. Hatvani István védője szerint ezer sebből vérzik a jogerősítélet. Portik Tamás egykori titkárnőjét koronatanúnak fogadta el a bíróság. Holott ugyanarról az asszonyról egy másik gyilkossági ügybírója megállapította, hogy teljesen szavahihetetlen. Az ügyvéd korábban arról beszélt. A telefonos adatok semmit sem bizonyítanak. 1996-ban eleve összesen csak 4 átjátszó torony működött egész Budapesten. Ezen a sűrűn lakott területen a cella információ, a telefon fizikai helyének meghatározása szempontjából semmiféle adatot nem ad. A bíróság nem fogadta el Hatvani István alibiét sem. Pedig 4 rokona igazolta, hogy a gyilkosság idején együtt voltak a kunszálási temetőben. Viszont a bíró csak a megismételt eljárásban hallott erről először, és ezért nem hitt nekik. A megismételt eljárásban mondták ezt el, miért nem korábban? Ez nagyon jó kérdés. Na mondd csak el, hogy miért nem. Mert az István nem akarta, hogy azt mondta, nem akar belekeverni bennünket. József Rohács a kult szereplő. Ő végzett Fenyő Jánossal. Portik Tamás megbízásából ő robbantott az Aranykéz utcában. És azt állítja, ő lőtte le Prisztás Józsefet is. Korábban mindig mindent tagadott. Azt a bűncselekményt viszont elismeri, amivel amúgy soha nem vádolták meg. Kizárólag arra a körülményre koncentrálunk, amely miatt a perújítás elrendelésre kerül. Tehát József Rohács vallomását fogjuk megvizsgálni, és azzal kapcsolatban vizsgálunk meg esetleg egyéb bizonyítékokat. A kékfény birtokába került Rohács vallomása. Tanúként azt mesélte két nyomozónak, hogy régi cimborája és bűntársa József Hamala hozta a megbízást, méghozzá a Dunaszerdahelyi alvilágon keresztül az ukrán maffiától. De erről ő részleteket nem tud,
mert neki csak a kivégzés volt a dolga. Ezt teljesítette is. Amiért 10-15 ezer német márkát kapott, szintén Hamolától. A bérgyilkos 8 órán át beszélt a rendőröknek. A 16 oldalas jegyzőkönyvből idézünk. Nyitotta a kocsit, be akart szállni. Közvetlen közel állt a kocsihoz. Be akart szállni, az ajtó is nyitva volt. Nem szállt be, mert már nem tudott. Lelőttem, hátulról fejbe lőttem. A lövedék hátulról hatolt be, egyet lőttem. Pontosan úgy jött ki a lépés, hogy folyamatos mozgásban voltam. Jobb kézzel lőttem le Prisztást. Esett előre a nyitott kocsi lépcsőjére, az, hogy pontosan hova esett, már nem láttam. Azt, hogy mi történt a holttestével, nem tudom. Rohács elmesélte, hogy milyen volt az utca. A vége T-alakban végződött. Kiskertes házakkal, a túloldalon pedig panelekkel. Beszámolt arról, hogy milyen ruhában volt, hogy a kezén volt egy fehér zacskó, abban a pisztoly, amivel ölt. A rendőröknek lerajzolta a helyszínt, azt is, hogy hova parkolt le, hogy hol állt az áldozat terepjárója, hol volt az a közlekedési tábla, aminek neki támaszkodott, hogy milyen irányban távozott. Közben lerakta a biciklit, beszállt Hamalához és elhajtottak. Rohács arról is beszélt, hogy a bűntársa mutatta meg neki, ki a célpont. Csak annyit tudok, köpcös. Úgy, ahogy leírtam, lassú, megfontolt mozdulatok jellemzik, a haja sötét volt vagy világos. Kicsit mackós mozdulatai voltak. Ezen a rövid szakaszon, amit láttam. Rohács arról is beszélt, hogy miért tesz beismerő vallomást. Ő Magyarországon kapott egy életfogytot, és azt gondolta, hogy ártatlanul helyette ne üljön senki. Ez ennyire egyszerű. Rendőrségi, ügyészségi körökben viszont kételkednek Rohács őszinteségi rohamában. Összesen 31 pontban foglalták össze, hogy a vallomása miben tér el más bizonyítékoktól, tényektől. Az elkövetés évét, de még az évszakot sem tudta meghatározni. Rohács az áldozat kocsijának színét is eltévesztette. A rendőrök szerint a tettes ruházatát máshogy írták le a szemtanúk, mint amiről a bérgyilkos beszél. Azt pedig igazságügyi szakértők cáfolják, hogy hátulról végeztek Prisztással. Rohács állításával szemben oldalról érte őt a halálos lövés. A hatóság szerint az életfogytiglanját ülő bérgyilkosnak nincs mit vesztenie. A célja csak az, hogy segítsen az egykori megrendelőnek hamarabb szabadulni. Semmilyen ilyen ajánlat nincsen, semmilyen ilyen ügylet nincsen, de még csak kapcsolat sincsen közöttük. 60 István védője szerint a tettes leírása sokkal jobban illik Rohácsra, mint a 190 centis, akkor 130 kilós ügyfelére. Elmondja a harmadrendű, hogy egy zacskó volt a kezén, és így lőtte le a Prisztás Józsefet, és ezért nem találtak töltényhüvelyt, ezért nem volt ott semmi lőpornyom a környéken. A jogerős ítélet óta majd 3 év telt el. 60 István lassan 7 éve fogoly. Még 4 évet kellene rács mögött töltenie, hogy kedvezménnyel szabadulhasson. A bírósági kivetítőn nem látszik a férfi, csak a hangját halljuk. 15 évet kaptam átadni, hogy legalább valamit én is tudnak már, és úgy kérdele tényleg úgy, hogy egy bírói tárgyalás legyen, és legyőzte ezt kárlátlanul. 60 István védője a férfi büntetésének felfüggesztését kéri a bírótól. Aki nemet mond erre. Egyik elítélet sem tesz vallomást. Júniusban lesz a következő tárgyalás. Akkor kamerán keresztül meghallgatják majd magát, Rohácsot. Azért így, mert biztonsági okokból a bérgyilkos és Sportig nem lehet egy tárgyalóteremben sem.